Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 5. fordulójában az újonc szép hőszeder a Mercurius Tours ellen csapott össze. Nézzük a találkozót! A Városi Kispályás Bajnokság első osztályának 5. fordulójában szép hőszeder Mercurius Tours, a szép hőszeder fehérben, balról jobbra támad a Mercurius Tours, piros és kék mezben ellenkező irányba. A szép hőszeder feljutó újonc az első osztályban, a Mercurius Tours pedig úgy gondolom nem kell bemutatni, ők Fapados néven szerepeltek még tavaly. Szép ő kezdte a játékot, és már is Balla Károly veszélyeztetett. A lövés elkerülte a kaput. Jelenleg a bajnokságban a Mercurius Tours a 6. helyen áll. A szép hőszeder pedig a 10. A két együttes között 2 pont a különbség. Pintér. Jól veszi észre a bal oldalon társát, aztán Reveland véd óriásit. Nagy vetődéssel hárított a Mercurius kapusa. Vékony. Balog. Jól vette észre a kapu előterében mozgó Kocsis Balázst, aki fejjel a kapu fölé továbbított. Pintér. Kell. Revelandnak adja haza a labdát. Tujner. Vékony, még mindig ott a lehetőség. Vékony. Szinte nullszögből próbált kapura lőni. Le is passzolhatta volna a labdát, talán előnyösebb lett volna. Kirúgás lett a dologból. A Mercurius Tours az első fordulóban kikapott 4-2-re a Klubfecától. A másodikban a Bombont verte 3-2-re nagy csatában. De nézzük a szép hő akcióját. Balla Tamás lövését hárította ismét Reveland. A szögletet pedig Balog hozta ki egészen addig, amíg a földre nem taszítja Balla Róbert. Balog. Tujner. Krell. Vékony. Jól vette át a labdát, aztán jobban lő Tujner a kapu mellé. Tehát vissza a Mercurius Tours eredményeihez. A 3. fordulóban a Blue hétfőtől szenvedtek 3-1-es vereséget. Majd a 4. a Bádogost verték 8-0-ra, és most a szép hőszeder az ellenfél. A szép hőszeder egy döntetlennel nyitott a Blue hétfő ellenében. Az ellen a Blue hétfő ellen végeztek 2-2-re, amely eddig veretlen még a bajnokságban. Tehát ez egy nagy fegyvertény volt. A 2. fordulóban 7-5-re nyertek a Bádogos ellen. A 3. 7-2-es vereséget szenvedtek a Turulánytól, és a 4. 5-4-re kaptak ki a Sünitől. Az is egy nagyramú, izgalmas mérkőzés volt. Érzésem szerint, ha akkor még lett volna 2 perc a mérkőzésből, a szép hő kiegyenlített volna, hiszen 1-5-ről álltak fel a padlóról. Balog.
vékony. Tuiner. Balog. Eladta a labdát. A hatodik percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Krell. Balla Tamás. A bal felső sarkot vette célba, jól helyezett és Reveland úszott a levegőben. Így tudta kitenyerelni a labdát szögletre. Pintér Máriusz végezheti el a szögletet. Balog. Tuiner. Gyenes András lépett bele a lövésbe. Róla hagyta el a labda a játékteret. Balla Károly tartja meg a labdát, és lő, Balogról vágódik ki. Tuiner fordulhat. Pintér szereli. Pontatlan volt az átadás Balla Tamás felé. Reveland. Balog. Magas földi jött ki a kapujából, és Kocsis Balázs volt szabálytalan vele szemben. Magas földi. A másik kapuig, Revelandhoz. Balla Tamás. Jó volt a csel. A lövés már kevésbé. Krell. Vékony. Balog. Kocsist próbálta megjátszani. Egy hajszállal azonban hosszabb volt, vagy gyorsabb volt a labda. Kocsis nem érhette el. Balla Károly. Jól tarthatta meg a labdát, aztán ellőtte. A labda pedig messze elkerülte a kaput. Krell. Tuiner. Reveland. Rossz kirúgás. Diszlő Péter adta vissza a labdát, aki a lelátón foglal helyet. Krell. Vékony. Gyenes tolta meg egy picit, éppen annyira, hogy kibillentse egyensúlyából Vékony Tamást, és így elveszítse a labdát. Tuiner. Vékony, aztán Krellő a kapu fölé. Pintér. Gyenes. Balog. Krell. Balog ütközik Pintér Máriusszal. Nyugos a szabad rúgás. Balog végzi el. A pontrúgás levágódott. Krell, Kocsis, mellé. Magas földi kirúgása.
Kocsis érkezett hátra, azonban nem tudta megszerezni a labdát. Balla Károly dobhat. Mindenki feje felett elszállt a labda. A 11. percben járunk. 0-0. Krell. Kocsis. Vékony. Levágódik labdája. Vékony bedobása. Pintér szabadít fel. Aztán Balla Tamás indulhat meg, kioszt egy kötényt. Majd elveszti a labdát. A szép őszeder annyival lehet előnyben ezen a találkozón, hogy ők több cserével rendelkeznek, mint ellenfelük. Nem is lehet nehéz több cserével rendelkezni, és a Mercurius Tours jelen pillanatban ezen a találkozón csere nélkül kezdte a játékot. Balog. Magas földi húzza le egy látványos mozdulattal, aztán Molnár Tamásé a kidobás, Balog szerel, Kocsist indítja, Kocsis, jól vette észre Tújnert, középen Gyenes András becsúszva szabadított fel, Tújner fejjel és gól! A 12. percben egy bedobást követően Kocsis Tújner fejére tálalta a labdát, akinek csak be kellett gólintania a szép hőszeder kapujába. 12 percen játék után tehát 1-0-ra vezet a Mercurius Tours. Balla. Pintér. Balla Károly, Balog szerelte. Gyenes. Balla Tamás. Tújner. Balla. Dombi Ferenc kapta volna a labdát, levarázsolták a lábáról. Krell. Balla Tamás. Krell próbálta szerelni, ez nem sikerült, Balla viszi tovább, aztán Tújner csúszik be végül. Balla Tamás bedobása Dombi Ferenc felé. Rebeland lépett közbe. Vékony csúsztatja ki, és ebből fordulhat a Mercurius. Gyenes csúszott be, és még rápattintotta a labdát Balog lábára. Így ők folytathatták a játékot bedobással, most pedig Balog volt szabálytalan, Molnár Tamást küldte padlóra. Persze csak időlegesen Molnár. Balog lábáról vágódik ki a labda. Egy kis időbe telik, mire visszakerül a játékszer. Balog megtartja. Négy fehérmezes között hozzák ki a labdát. Balla Tamás szerel most. Nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a szép hőszeder, és meg is szerzi az egyenlítő találatot. A félpályánál letámadtak a fehérmezesek, és Balla Tamás passzolt Balla Károlyhoz, aki várt egy picit, majd a jobb alsó sarokba gurította a labdát. A 15. percben tehát szép összeder Mercurius Tours 1-1.
Balog. Kocsis. Krell. Vékony. Vékony még mindig. Nem jutott el a labda Tuinerhez. Tuiner bedobása. Vékony teszi tovább. Tuiner megszerzi, illetve megtartotta, aztán elvesztette a labdát. Bolla Károly. Nagy lövés, Revelant hárít. Most átvette az irányítást a szép hőszeder. Bolla Károly a gólszerző bedobása. Revelant lépett ki jókor a kapujából. Vékony. Sokat kivárt. És ez volt a jó. Itt tudta tovább vinni a labdát, aztán Balla Róbert. Fantasztikus erőszakossága volt az, ami eredményre vezetett, illetve csak egy helyzet erejéig, hiszen gól nem lett a dologból. Visszarendelik a labdát a játékvezetők. A kirúgás helye volt kérdéses. Vékonyt előzte meg Genes. Balla fölé. Krell. Balog. Dombi érkezik hátra, aztán Balla Tamás indul meg, hárman támadják, most már csak Krell marad mellette szorosan, szereli is. Genes. Balla Károly nem tudta kapura lőni a labdát, elakadt Balogban. Kocsis. Krell. Vékony. Revelant várta, hogy kinek adhatja a labdát, aztán némi bizonytalanság és figyelmetlenség a Mercurius védelmében. A kapu előtt passzolgattak, majd hogy nem vesztük rá. Balla. Vékony fejeli vissza. Kocsis tartja meg. Kint volt már. Dobhat a szép hőszeder. 18. perc. 1-1. Genes. Tuiner. Aztán Vékony. Tuiner kapja vissza. Jó a csel, és Genes! Vékony Tamás elől az utolsó pillanatban pöccintette szögletre a labdát. Tuiner, érkezik Kocsis mellé. Balla Tamás. Balog, Vékony, Genes szabadít fel. Vékony, Tuiner, magasföldi. Vékony szöglettel próbálkozott, azonban mutatja sípmester, hogy bedobással kell folytatni a játékot. Tuiner felé szállt a bedobás, amiből egyszer már gól született, most nem. Dombi. Kocsis. Balog. Szép labda kihozatal. Krell. Nem sokkal ment a kapu mellé. Mint egy 10 centivel került el a jobb kapufát.
Krell Tamás lapos lövése. Öt perc van még hátra az első játék részből. 1-1 a mérkőzés állása. Tuiner szerelik, Pintér viszi tovább, aztán Bala Károly tartja meg. Várja a társakat, Bala Tamás érkezik. Jó volt a csel, Balog viszont buktatta. Balla a labda mögött, átemeli a sorfal felett. Bala Károlyt azonban megelőzték. Bala Tamás dobhat. Revelant húzza le könnyűszerrel, aztán indítja Tuinert, indítaná, hiszen Gyenes lépett közbe. Bala Károly. Mindenki csak nézte lövését, ami elkerülte a kaput. Úgy tűnik beleért. Egy Mercurius játékos lába, hiszen szöglet lett a dologból. A fehérmezesek is visszafelé indultak már. Bala Károly balla Robert fejére próbálta varázsolni a labdát. Elképzelése nem volt rossz, kivitelezése azonban nem volt egészen pontos. Vékony, magas földi hárít lábbal. Bala Károly. Jó volt a csel. Balához kerül vissza. Bala Tamás. Kezezés gyanús volt, én innen így láttam. Aztán pedig a labda fent marad a hálón. Krell. Balog. Balla. Bala Károly. Balog. Vékony. Balog lőtt a kapu mellé. Mesics, és ez volt az utolsó momentum az első félidőben. Tehát a félidő eredmény szépül Szeder Mercurius Tours 1-1. Megkezdődött a második félidő. Tuiner Viktor és Balak Károly góljaival 1-1 a mérkőzés állása. Mikor egyeznem, az első félidő kurtára sikeredett, hiszen az én órám szerint 23 perc 40 másodpercnél ért véget a játék. De hát természetesen a játék addig tart, amíg a bíró sípja, azt engedi. Balogról ment ki a labda, így a szép hő dobhat. Balla bedobása balla felé, Revelant ért bele, szöglet lett a dologból. Balla Tamás szöglete, Balla Róbert és Revelant szerzi meg végül. Aztán indítja rögtön Kocsist, Pintér fejeli vissza a labdát. Balla Károly. Balog becsúszva szerzi meg a labdát.
Revelant kidobása ismét. 2-1 ellen, Tuiner fejjel, 2-1 a Mercurius javára. Tuiner Viktor másodszor eredményes, és másodszor fejjel teszi ezt. Egy gyors leindítás után Revelant jól vette észre Kocsis Balást, aki a túloldalra ívelte a labdát, éppen Tuiner Viktor fejére, aki a kapu bal oldalába továbbította a játékszert. Második félidő második percében tehát 2-1 a Mercurius javára. Vékony indul meg. Vékony lövi el, óriási kapufa. Növelhette volna előnyét a Mercurius. Mesics. Revelant. Mesics fejlő vissza. Bala Tamás, Kocsis indulhat belőle. Kocsis lövi el. Nem volt erő a lövésben. Magas földjének ez csemege volt. Balla, vékony vissza. Tuiner, szabad a terület előtte. Tuiner! A kivetődő magasföldi Géza mellett, a kapu mellé. Továbbította a labdát. Balla. Krell előtt pöccintette tovább, aztán Balog messziről csúszik be. Pintért szerelte. Pintér bedobása. Belépett. Nem volt szabályos a bedobás. Balla Károly, Balla Tamás felé. Kocsis szerelt. Lafondért a labda. Játékvezetői feldobás következik. Fehérmezesek visszaadják. Krell. Tuiner szerelte Mesics. Vékony. Mesics húzza ki a lábát. Vékony marad a földön. Aztán lassan komótosan, de újra elfoglalja pozícióját. Most már el lehet végezni a szabadrúgást. Tuiner a labda mögött. Pintér. Mesics. Krell fejelte vissza. Ismét Mesics János veheti birtokba a játékszert, úgy is teszi. Revelant. Tuiner. Mesics lépett közbe. Revelant. Magasföldi. Balla Tamás szelídíti meg a labdát. Balla. Balog mellett próbált elmenni, Balog tartotta fel. Pintér a labda mögött. 9 méterre a kaputól. Pintér gurítja le Ballának, Balla Robertnek. Krellről vágódik le a lövés. Vékony. Hárman támadják, szerelik is Dombi. Balog
jól hozzák ki a labdát a Mercurius játékosai. Kocsis, vékony, sokat várt, nem is tudtak középre passzolni. Balla Róbert, Kocsis szerzi meg, és indulhat. Vékony, Kocsis kapja vissza. Vékony, Tuiner, mellé. Krell. Dombi szerelte. 8 perc telt el a második félidőből. 2-1-re vezet a Mercurius Tours. Balla Róbert. Dombi. Pintér. Dombi, Pintér összjáték. Szép játék és szép gól az eredmény ennek a támadásnak. A második félidő 8. percében tehát egyenlít a szép hőszeder. Pintér Máriusz, a gólszerző. Dombi Ferenccel kényszerítőztek, és ennek végén egyenlített a szeder. Vékony. A kapufára lövi a labdát. Tuiner sarokkal tette elé a játékszert. Nagyon szép volt, aztán Pintér az ellenakció után. Balla Tamás, kint van a labda. Jó a mérkőzés. Szép gólok. Nagy helyzetek. Kocsis. Balog. Tuiner előtt a lehetőség, magas földi, piszkált oda. Elég volt ahhoz, hogy felszabaduljon a szép hőkapuja. Balogot rántja le Mesics. Figyelmeztetés a játékvezető, aztán mutatja, hogy honnan jár a szabadrúgás a Mercurius javára. A távolság mintegy 12 méter, 11 méter inkább. Tuiner a labda mögött. Balla Tamás, Tuiner pedig kézzel fogja meg, ez kiállítás. Szándékos kezezés, becsúszott Tuiner Viktor rossz ütemben. Aztán megfogta a labdát, így Balla Tamás nem tudta tovább vinni azt. Megfogyatkozik tehát a Mercurius Tours. Pintér a labda mögött, a hatos vonalról jár a szabadrúgás. Pintér. Mesics fölé. Reveland. Balog. Reveland rúgja ki. Magas földi. Mesics. Reveland fogja meg. Vékony. Hun. Nem volt pontos az indítás, a passz. A Mercurius dobhat. 37. perc. Kocsis. Krell.
Kuner visszajöhet a pályára, letelt a két perces kiállítása. Reveland az ember hátrányt gól nélkül úszta meg tehát a Mercurius. Hun rúgja ki a labdát. Balog. Mesics. Balog szerzi vissza. Nagy lövés a kapu mellé. Balog vékonynak is és Tuinernek is passzolhatta volna a labdát a bal, illetve a jobb oldalra. Ő lövésre vállalkozott, nem is volt rossz a lövés, azonban az irányzék nem volt pontos. Balog ismét, magasföldi hárét, az ismétlés pedig Tuiner lövi a kapuba. Teljesen ott hagyták üresen Tuiner Viktort, aki harmadik gólját szerzi a mérkőzésen. Ami azt jelenti, hogy már 3-2-re vezet a Mercurius Tools. Ismét átvette a vezetést tehát. Második félidő 13. percében járunk. Bala Robert lövése vágódik le. Mesics. Pintér. Hun. Pintér tovább, Reveland fogja meg. Vékony felé a kirúgás. Krell futhatta volna be a labdát. Ám ahhoz gyorsabbnak kellett volna lennie. Bala Tamás. Balog rakja touchvonalon kívülre Ballát. Ezért jár majd a szabadrúgás a szép hőjavára. Némi vita. Aztán lassan elvégezheti a szabadrúgást Bala Tamás, a sértett. Levágódik lövése Bala Robert. Mesics vékonyt csapja be, Ballához passzol, nyáratják a labdát a fehérmezesek. Vékony. Pintért támadja Balog. Pintér. Balla Robert. Husz, illetve Hun, elnézést. Aztán Tuinert buktatja Hun László. Balog Árpád ívelheti fel, hogyha ezt a megoldást választja. Ő inkább Revelandhoz passzolt. Tuiner sarokkal vissza. Mesics lép közbe, vékony megszerzik. Kézzel ért a labdába. Kifelé jár a szabadrúgás. Második félidő 16. perce kezdődött meg. 3-2-re vezet a Mercurius Tours. Hun vitte végig keresztbe a labdát a játéktéren. Vékony. Tuinert indíthatta volna. Ám ő inkább megtartotta a labdát a középkörben. Krell. Balog. Vékony bedobása. Tuiner. Vékonynak hosszú volt a vissza passzolt labda. Balla. Balog szerzi meg. Kocsishoz passzol. Finoman járatják a labdát. Krell. Kocsis Balázs egészen hátra Revelandhoz. Nekik nincs miért sietniük, hiszen vezetnek. Kocsis, hosszú. Lassan hajrába kell fognia most már a szép hőszedernek, hogyha legalább az egy pontot meg szeretnék szerezni. Balla Robert.
Balla Tamás. Balla Károly. A három balla járatta a labdát, aztán Balla Tamás lő, Balog Árpádról pedig elhagyja a labda a játékteret. Balla. Mellé. Vékony. Tuiner. Kocsis tartaná meg, Pintér azonban szerelte. Balla. Krell piszkált oda. Pintér. Tuiner. Mesicset rázza le, Tuiner aztán végigviszi. Genes András lábáról hagyta el a labda a játékteret. Szöglethez jut ezzel a Mercurius Tours. Tuiner végzi a szögletet, miután rendbe jön a lába. Vékony. Újabb szöglet. Vékony. Kocsis lőtt volna kapura, nem találta el jól a labdát. Balla Tamás dobhat. Krell. Tuiner. Mesics. Balla Tamás húzogatott. Kivitte a labdát, így Balog dobhat. Revelant. Mesics. Balla Tamás. Kocsis. Balla. Nagy lövés. Nem sokkal ment mellé. Marad a 3-2 a Mercurius Tours javára. Amikor alig több mint 5 perc a hátralévő idő a találkozóból. Revelant kirúgása. Balla Robert. Mesics. Balla Károly. Balog lépett közbe, az utolsó pillanatban ért oda. Keményen. Szöglet. Balla Károly végzi el a szögletet. Kocsis. Mesics. Revelant fogja meg. Vékony. Kocsis. Vékony fejeli vissza. Tuiner veszi le a labdát. Sokat totojázott, Mesics szerelte. Balla Károly bedobása. Balla Tamás fogja meg a labdát a lábai között, aztán Balla Károly lövése pedig levágódik. Éppen saját játékos társáról hagyta el a játékteret a labda. Revelant kirúgása Vékonynak magas volt. Balla Károly lőtt fordulásból. Revelant piszkált bele. A következő, a hatodik fordulóban a Mercurius a Sünivel találkozik, a szép hőszeder pedig a Korall együttesével csatázik majd.
Balla Tamás bedobása. Gyenes fejelt. Látványos mozdulattal azonban ez hatástalan volt. Revelant kirúgása. Vékony felé leveszi a labdát. Nem tudta becsapni Balla Robertet. Vékony dobhat. Kocsis kéri a labdát. Magasföldi. Mesics. Balla Tamás és Balot szerzi meg a labdát. Egy kötényt oszt ki. Tuiner már nem rohant annyira a labdáért, csak most és meg is szerzi a negyedik Mercurius Tours gólt. És ez már Mester 4-es Tuiner Viktor jó voltából. A vége előtt 2,5 perccel tehát bebiztosítja a győzelmet a Mercurius Tours, én úgy érzem. Vékony mellé. 4-2 már az eredmény a Mercurius Tours javára. Mesics. Balog lőtte Balla Károlyt. És az utolsó perc kezdődik lassan. Egy gólszerzési lehetőség a szép főszezer előtt. Felzárkózási lehetőség. Balla Tamás a labda mögött. Aztán némi dulakodás a kapu előterében, Balla Károly és Balog Árpád, akik lögdösödtek. Aztán egy kis szópárbaj, mindkét játékos kiáll, ők már nem térnek vissza a pályára. Így 4-4 mezőnyjátékos fejezi be a találkozót. Mesics lövi el. Gyenge próbálkozás volt, és ez volt az utolsó momentum, tehát a végeredmény 4-2 a Mercurius Tours javára. A Mercurius oldalán Tuiner volt eredményes 4-szer, a szép hőszederben pedig Balla Károly és Pintér Máriusz lőtte gólt. A végeredmény tehát szép hőszeder Mercurius Tours 2-4. Az ötödik fordulóban döntetlen eredmény nem született, és az eddigi két veretlen együttes továbbra sem talált legyőzőre. Lássuk a mérkőzések összefoglalóit. A negyedik helyezett Bombon volt a 9. fészeképítők ellen lépett pályára. A Bombon jókora adag önbizalmat szerezhetett múlt heti nagyarányú győzelme révén, és most is ők szereztek vezetést. A fészeképítők, ahogy eddig minden mérkőzésen, most is erőszakos támadó futballt játszott, aminek meg is lett az eredménye, egyenlítettek a narancsmezesek. A rutinosabb Bombon még az első félidőben 2 gólos előnyre tett szert. Fordulás után szorongatott a fészek, de a Bombon győzelme nem forgott veszélyben, a végeredmény 4-2 a Bombon volt javára. A listavezető Klubfeca az egyre inkább formába lendülő Fedél Kft-vel találkozott. A két fél izgalmas, szoros csatát vívott egymással. A Fedél irányított inkább, s végül 4-3-ra nyerte a mérkőzést. A Klubfeca így begyűjtötte második vereségét is, míg a Fedél Kft. Tovább folytatja jó szériáját. Az eddig még veretlen Blue hétfő a nyeretlen Gallonnal találkozott. A mérkőzés első perceiben kiegyenített játék folyt a pályán, az is inkább a mezőnyben. A lendületesen és nagy kedvel játszó Blue hétfő szerzett vezetést, majd nem sokkal később egy félpályáról megeresztett bombagóllal növelte előnyét a fehérmezes alakulat. A Gallon Kft. Azonban nem adta fel, s a találat után rögtön szépített. A játékrész végén a Blue hétfő visszaállította két együttes közötti 2 gólos különbséget, így 3-1-nél fordultak a csapatok. A második félidőben a Zebrák bátrabban és hatékonyabban támadtak, ami az eredményben is megmutatkozott. Azonban a teljes cseresorral felálló hétfő mindvégig őrizte előnyét, s végül 6-3-ra nyerte a találkozót. Nagyon jó a csapat, meg összetartás megvan.
is. Rendkívüli teljesítettél, 3 gólt szereztél ezen a mérkőzésen. Hogy érezted belülről? Nagyon jól éreztem, jól ment a játék, meg helyzeteket kihasználtam. Remélem, legközelebb is így fog menni. Reméljük, hogy majd következő 2 meccse sok a sérült, és hát jobban össze tudunk jönni. Hát reméljük, hogy lesz még ennél jobb is. Végefele hát majd összeszedjük magunkat. Ezért kiesni nem akarunk egyáltalán. Mennyit vesz ki a csapatból az, hogy egyáltalán nincsen cseréje az együttes? Igen, hát azért látszik rajtunk, hogy azért végén már alig tudtak menni, meg hát alig tudtunk menni végül. Hát ennyire futott az erőmből most sajnos ezen a meccsen. Reméljük, még ennél lesz jobb is, amikor hát másik, az ellenfélnek lesznek ilyen meleg pillanatai. Alsóházi rangadót vívott egymással a 13. bádogos és a 12. korall. A kékmezben játszó bádogos egy esetleges győzelemmel maga mögé utasíthatta volna ellenfelét. A kiélezett csata első félidejében a korall kerekedett felül, s a vezetést is sikerült megszereznie. Fordulás után a bádogos támadásai acélosabbá váltak, s ennek meg is lett az eredménye, az egyenlítő gól. Sőt, a kékek felőrölték a korall ellenállását, s 2-szer zörgették meg a zebrák hálóját. A végeredmény 3-1 a bádogos javára. Nagyon nehéz volt. Végre sikerült kihizzadnunk egy kicsit ezt a mérkőzést. Reméljük most már többi továbbiakban most már jobban fog menni. Az ellenfél egy kicsit gyengebb volt, mint mi sem voltunk jók. A Turullány, Süny és barátai találkozón gyorsan kirajzolódtak az erőviszonyok. A még 100%-os Turul kisebb puhatolózás után hamar bevette a 11. helyezett Süny kapuját. Tehette ez többek között azért, mert a Süny 4+1-jel állt fel a kezdésre. Amíg a pirosmezesek még az üres kapu helyett is csak a kapufát találták telibe, addig a Turul tovább növelte előnyét. A félidő nagy részében a Süny képtelen volt kiszabadulni a szorításból, ami után kiegészültek, egyenrangú partnerekké váltak és szépítettek is. Fordulás után a Süny mindent megtett a felzárkózás érdekében, és amikor a Turul játékosai viszonozták a kemény játékot, elszabadultak az indulatok. Miután lehiggadtak a kedélyek, mindkét oldalon veszélyes támadásokat vezettek a csapatok. A második félidő nagy részében a Süny tartotta nagyobb ösztűz alatt az ellenkapuját, csökkentette is a különbséget, ám az egyenlítésre nem maradt ideje. A végeredmény 3-2 a Turullány javára. Bajnok esélyesen lejátszottunk, de úgy érzem, hogy mai meccsen mi voltunk a jobbak, főleg azt mondom erkölcsileg. Tehát erkölcsileg biztos, hogy mi nyertük a mai mérkőzést. Igen, egy kicsit elszabadultak az indulatok, ez minek volt köszönhető? Nem, hát aki engem ismer végül is, az tudja, hogy ilyen feljövök a pályára, nincs haver, meg nincs barát. Pedig az egész csapat az ellenfélből nagyon jó barátom, meg nagyon sokat játszunk együtt. Még csak tisztában vannak vele, hogy ilyen vagyok. Főleg akkor, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy mai meccsen nem voltak ferrek velünk szemben, meg azt mondom, játék szellemével szemben. Tehát 5+1-ben nyomtuk, vagy mi 4+1-ben játszottunk 20 percig, és ez nagyon nagy előny volt nekik. Megzavart minket a mérkőzés elejé közjáték, hogy csak 4+1-en álltak ki, és megvárták, mint megérkezett a Bozai Attila. Megzavart a csapatot, és 3-0 után már nagyon jól játszott az ellenfél, és nekünk nehéz volt már felpörögni. Már vártátok a végét, gondolom, mert elég meleg volt a helyzet. Igen. A Süny az jó csapat, csak eddig nem mutatták, de most már így összeálltak, elég jók lesznek. Remélem másokat is megszorongatnak, és megverik a riválisokat. Szerencsére mi nekünk sikerült győzni. A gyengélkedő Csépuszri az azonos pontszámmal rendelkező Cooper SC-vel találkozott. Az első percekben kiegyenített játék folyt a pályán, a Cooper játéka tűnt szervezettebbnek. A Csépuszri elszánt támadásai, rutinja, na és szerencséje együttesen vezettek eredményre, és a félidő végén már 2-0-ra vezetett a címvédő. Fordulás után a Cooper hiába támadott többet, ha bordómezesek masszívan védekeztek, és az ellentámadásaik is veszélyesek voltak. A félidő derekától a Csépuszri látványos akciók végén szerezte góljait, s végül 5-0-ra nyerte a találkozót. Elvileg ez egy gyengébb csapat volt, aki ellen most játszottunk. Az eredmény is mutatja 5-0-ból. Hát a rutinból lehoztuk, lehet azt mondani. Elégedett vagy a csapattal? Hát 3 éve vagyok itt, remélem még egy jó darabig, amíg hasznára tudok lenni a csapatnak. Nagyon rosszak voltunk az igazság, mert helyzeteket is kiadjuk. Valahogy nem jön össze nekünk, úgy látom. Tehát nem vagyunk igazán csapat, úgy érzem, mert több kell ennél szerintem. Nézzük az 5. forduló eredményeit. Bombom volt Fészeképítők 4-2, Klubfeca Fedél Kft. 3-4, Lúhétfő Gallon Kft. 6-3, Bádogos Korall 3-1, Turullány Süny és barátai 3-2, Széphő Szeder Mercurius Tours 2-4, Cooper SC Csépuszri
0-5. A bajnokság a következőképpen alakult 5 forduló után: első a Turulány 100%-os teljesítménnyel 15 ponttal, második a Klubfeca szintén 15 ponttal, ám ők 7 mérkőzést játszottak. Harmadik a Blue Hétfő 13-mal, negyedik a Bombombolt 12-vel, ötödik a Fedél Kft. 10 ponttal. Hatodik a Mercurius, hetedik a C plusz V, nyolcadik a Cooper, kilencedik a Fészeképítők, tizedik a Szép Hőszeder, tizenegyedik a Süni és Barátai, tizenkettedik a Bádogos, tizenharmadik a Koral, és tizennegyedik a Gallon Kft. 0 ponttal. Kedves nézőink, ennyi volt mára a kispálya, tartsanak velünk legközelebb is. Én mára köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra.